kormányváltásra lenne szükség, az egységes ellenzék győzelme Miskolcot is talpra állítaná. Megérkezett az ötödik hullám. Az Omikron sokkal gyorsabban fertőz, mint a korábbi variánsok. Közeleg az Extraliga rajtja. Gőzerővel készül a DVTK röplabda csapata az idei évre. Önök a Miskolc Televízió híradóját látják. Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Az egységes ellenzék győzelme Miskolcot is talpra állítja a Velünk a Város frakció vezetői szerint. Simon Gábor, Hegedűs Andrea és Szarka Dénes elmondták, azt szeretnék, ha Miskolc önálló, erős városként működhetne tovább. A politikusok egyetértettek abban, ha marad a jelenlegi kormány, akkor tovább fog folytatódni az önkormányzatok ellehetetlenítése és a helyi döntéshozatal megszüntetése. A 2021-es évre szeretnénk visszatekinteni, és a 2022-ből is, ami látszik, arról is szeretnénk egy pár gondolatot megosztani. Simon Gábor elmondta, amikor a jelenlegi városvezetés átvette az irányítást, pontosan tudták, mit szeretnének elérni, és azt is, hogy milyen lehetőségeik lesznek terveik megvalósításához. Azonban a világjárvány, annak gazdasági hatásai és a kormányzati elvonások megnehezítették a helyzetet. A politikus elmondta, az előző városvezetéstől több mint 18 milliárd forint tartozást örököltek, és a kormány két éve a járványhelyzetet kihasználva újabb akadályokat állít a városok elé. Simon Gábor kiemelte az elszabadult energiaárakat és a bérkompenzációt, amelyek nagy terheket rónak az önkormányzatokra. A fideszes vezetésű nagyvárosok is panaszkodtak már ezek miatt, és kompenzációt is követeltek a kormánytól. Miskolcon a közgyűlésben a Fidesz frakció pedig leszavazta ezt a kezdeményezést. Tulajdonképpen ők 19-re szeretnének lapot húzni, úgy gondolják, hogy ha a városnak rosszabb, akkor nekik ez politikailag jó lesz. Mi ezzel ellen tiltakozunk, és mindent el fogunk annak érdekébe követni, hogy 2022 is sikeres év legyen. A politikus azzal zárta beszédét, hogy idén a jelenlegi kormánytól nem sokat várnak. Szerinte mindenképpen változásra van szükség, ami, mint mondta, reményei szerint áprilisban be fog következni. Amit viszont itt frakcióvezető úr elmondott, az egy nagyon szomorú, elkeserítő helyzet valóban, és ezen csak akkor tudunk változtatni, ha piros lapot mutatunk a Fidesznek. Hegedűs Andrea úgy fogalmazott, azt szeretné, ha idén a választók Miskolc után az országot is fidesztelenítenék. Ehhez szerinte minden rendelkezésre áll a demokratikus pártok oldalán. A frakcióvezető helyettes felidézte, hogy az előválasztás sikeres volt, hiszen megvannak az országgyűlési képviselőjelöltek, és egy miniszterelnök jelöltje is van az ellenzéki összefogásnak. Szerinte, ha nyernek, az önkormányzatok is talpra állhatnának. A politikus hozzátette, a Fidesszel ellentétben az Egységes Magyarországért Szövetségnek már van szociális, oktatási és gazdasági vonalon is kormányprogramja, ami reményt adhat az önkormányzatoknak. A többség, mind a városban, és úgy gondolom, hogy országos szinten is, a többség a Fidesz rezsiméből, hűbéri rendszeréből már elege van az embereknek. Ezt bizonyította az elmúlt 12 év. Előre kell tekintenünk, és a kormányzati rezsim fullasztó jelenlétéből az önkormányzatoknak levegőhöz kell jutnia. A tavaszi választás a jövő szempontjából Szarka Dénes szerint is kulcskérdés. Az egységes ellenzéktől azt várjuk, hogy lépésről lépésre helyreállítsa majd az önkormányzatok, így Miskolc önállóságát és működését is. A politikus elmondta, az új kormánytól azt várnák, hogy szüntesse meg az önkormányzatok anyagi ellehetetlenítését, forrásaik elvonását, és kapják vissza a kieső bevételeket. Magyarország előre megy és nem hátra, sajnos jelen pillanatban az előre az egy szakadék felé megy. Mi azt szeretnénk, hogyha a szakadék előtt meg tudnánk állni, és hogyha Magyarország újra fejlődő pályára állhatna, Miskolc pedig egy önálló, erős városként, az új kormány szövetségeseként működhetne tovább. Szarka Dénes hozzátette, a Velünk a Város frakciója mindenkit arra buzdít, hogy vegyen részt a jelenleg is zajló népszavazási aláírásgyűjtésen és az áprilisi választáson. Szerinte, ha maradna a jelenlegi kormány, akkor tovább folytatódna az önkormányzatok ellehetetlenítése.
Az önkormányzat ismét segít a november 12-én történt Katowice utcai lakástűz károsultjainak. A társasházban egy második emeleti lakás gyulladt ki, és aznap éjjel több mint 80 embert menekítettek ki a katasztrófavédelem munkatársai a négy emeletes társasházból. Novemberben Szopko Tibor alpolgármester személyesen kereste fel az érintetteket, hogy a rendeletben szabályozott maximális 100 000 forintos összeg támogatásához segítséget nyújtson. Most ismét segít a város az ottakókon. Kaptuk a közelmúltban a jelzést a házlakóitól, hogy mivel megrongálódtak jelentős mértékben a nyílászárók, így gyakorlatilag az egész házban hideg van. Úgyhogy elindítottuk a nyílászáró beszerzési folyamatot, ennek már a végén is tartunk, tehát én őszintén bízom abban, hogy minél hamarabb beszerelésre kerülnek maguk az ablakok, azonban addig is, hogy ne legyen hideg, már bedeszkázták a kollégák ezeket az ablakhelyeket. Merkeli Béla szerint elindult a koronavírus ötödik hulláma. A Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában arról beszélt, hogy az Omikron variáns miatt valószínűleg több tízezer esetre lehet majd számítani Magyarországon. A szakember szerint csak az oltás nyújthat védelmet a vírussal szemben. Mint mondta, az oltottaknál enyhébb tünetek jelentkezhetnek. Általában orfolyás, fejfájás, torokfájás és körülbelül két napig tartó láz figyelhető meg náluk. Az oltatlanok esetében viszont nőhet a kórházba kerülők száma, de arányaiban valószínűleg alacsonyabb lesz a súlyos esetek száma, mint a harmadik, negyedik hullámban. Rövid időn belül visszaszállították a megyei központi kórházba azt a zavart állapotban lévő férfit, aki szerda hajnalban engedély nélkül távozott az intézményből. A rendőrség a Miskolci Önkormányzati Rendészet segítségét kérte. A szervezet munkatársai pedig a térfigyelő kameráknak köszönhetően rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A rendőrségtől érkezett jelzés a Miskolci Önkormányzati Rendészethez, hogy egy zavart állapotban lévő férfi a megyei központi kórházból engedély nélkül távozott. A térfelügyeleti szolgálat munkatársai, valamint a közterületen szolgálatot teljesítő járőrök azonnal elkezdték az eltűnt személy felkutatását. A térfelügyeleti kamerák segítségével a Széchenyi utcán megtalálták a fiatalembert, aki éppen az egyik padon ült, majd megérkeztek a rendészet munkatársai. Nem sokkal később pedig a rendőrök és a mentők is, akik visszaszállították a férfit a megyei központi kórházba. Az önkormányzati rendészet igazgatója szerint ez egy újabb példa arra, hogy a térfigyelő kamerák kulcsfontosságúak és hatalmas segítséget nyújtanak. Részben a közlekedési balesetek esetén úgy a bizonyításhoz, mint az eljárás lefolytatásához, nagyon sok segítséget nyújtanak a kamerafelvételek, de bármely bűncselekmény elkövetőjének a felkutatásához, beazonosításához, a cselekmény lefolyásának rögzítéséhez és a bizonyításhoz úgy szintén. Ennek köszönhető, hogy a bejelentéstől számított 12 percen belül sikerült megtalálni az eltűnt személyt és biztonságban visszaszállítani a kórház területére. Megérkezett az elismerés, és a város vezetése is megköszönte az NDK-nak az adventi villamost. A járatot 10 évvel ezelőtt saját ötlettel indította útjára a közlekedési társaság, és a dolgozók díszítették fel, csak az utóbbi időben kaptak segítséget a belső dekoráció elkészítéséhez. Egy cseh internetes portálon már 5. alkalommal választották meg Európa legszebbjének a miskolci villamost. 2012 óta különleges villamos jár az adventi időszakban Miskolcon. Abban az évben a piros tátrát öltöztették ünnepi díszbe. 100 méter fényfűzér, 600 méter szalag és több száz karácsonyfa dísz varázsolt meghitt hangulatot a szerelvényre. Két évvel később már karácsonyi dallamok kíséretében utazhattak a feldíszített adventi villamoson. Az utazó közönséget a Miskolci Musical műhely fiatal művészei szórakoztatták. 2017-ben fényes rénszarvasokkal az oldalán, benne kandallóval és kovácsolt vaslámpákkal gördült ki a remízből az adventi villamos. A közösségi oldalakon rekordot döntött a villamosról készült képek száma és nézettsége is. Egy cseh oldal szavazást is indított képekkel illusztrálva, ahol Európa adventi villamosaira lehetett szavazni. Már abban az évben Miskolc adventi villamosát tartották Európa legszebbjének.
2018-ban Mesési Égpalotának öltöztették a villamost. Előtte 3 héten keresztül kézzel festették az oldalát. Több 100 méter led és fényfűzér, illetve 3D-s elemek tették varázslatossá a villamost. Az internetes szavazást akkor is megnyerte a villamos. 2020-ban is magabiztosan vezette a versenyt a Miskolci Mozgó Mézes Kalácsház. Az adventi villamos akkor már 3. éve nyerte meg a cseh internetes portál versenyét. A több mint 70 ezer voksoló 60%-a döntött a Miskolci mellett. A cseh portál 5 éve hirdette meg az Európai Villamosok versenyét, ahol eddig minden egyes alkalommal az MVK ZRT-nek sikerült elhozni az első helyet. A feldíszített jármű idén már 5. alkalommal nyerte el a közönség tetszését. A napokban az 5. elismerés is megérkezett a cseh portáltól. A közlekedési cég operatív igazgatója szerint a népszerűség titka a szeretet. A miskolci lakosság, a miskolci utazó közönség szeretete az, amivel elfogadták ezt a villamost, ragaszkodnak hozzá, és úgy gondolom, hogy ők kellőképpen tükrözik azt a szeretetet, odaadást, amivel a mi kollégáink készítik a villamost, és talán ebben rejlik a titka, hogy nem csak miskolci ez az adventi villamos, vagy nem csak az MVK-i az adventi villamos, hanem mindenki a sajátjának érzi. Miskolc város vezetése is büszke az adventi villamosra, és köszönetét fejezte ki a közlekedési társaság dolgozóinak. Büszkeség mellett fontos megköszönni az MVK munkatársainak azt, hogy tudták biztosítani a városnak ezt az eszközt. Nekem nagyon tetszett, de ahogy egyébként a tavalyi időszakban írtunk ki erről egy szavazást a közösségi oldalakon, úgy tűnik, hogy a városlakók is szeretik, imádják az adventi villamost, úgyhogy köszönjük MVK. A villamoson mindig valami új dekoráció született. A külseje is többször megváltozott, és belső felszereltsége is megújult. Lecserélték a kárpitokat az üléseken, kandallót vagy kemencét építettek, függönyöket vartak az ablakokra, és a hangosítást is kiépítették. Az MVK munkatársainak karácsonyi ajándékát évek óta több ezer utas találhatta meg. Ma lenne 97 éves az állatkertek atya Gerald Darrell. A 20. században élt brit zoológus író életét arra tette fel, hogy létrehozzon egy olyan állatkertet, amiben a kipusztulás által fenyegetett egyedeket tartanak. Ezzel meghatározta a modern állatparkok egyik legfőbb célját. A Miskolci állatkertben 1998-ban avatták fel a tudós mellszobrát, amit január 7-én minden évben megkoszorúznak. A koronavírus miatt azonban már tavaly és idén is elmaradt az ünnepség. Legutóbb 2020-ban tudtak ilyen módon tisztelegni a tudós munkássága előtt. A többi csapat sportákhoz hasonlóan a DVTK extraligás röplabda együttese is megkezdte a munkát, készülve a bajnokság 2022-es mérkőzéseire. Ahogyan Farkas Mihály vezetőedző fogalmazott, egy mini alapozással hangolnak a január 22-én esedékes Újpest elleni évnyitó bajnokira, ami előtt még edzőmérkőzések várnak a csapatra. Január 3-án kezdte az évet a DVTK röplabda csapata, bár talán esetükben az újrakezdés idézőjeles, ugyanis csak karácsonyra kaptak szünetet a játékosok, de a két ünnep között már tréningek várták a kerettagjait. Egyébként pedig gőzerővel megy az alapozás, hiszen közeleg az Extraliga rajtja, 22-én az UTE érkezik Miskolci vendégjátékára. Addig pedig erőnlét és atlétikai, no meg természetesen labdás edzések mellett edzőmérkőzések is jönnek még. Szám szerint 3. Ahogy szoktam mondani, a felkészülő mérkőzéseken az eredmény nem számít, de győzni kell. De komolyra fordítva a szót, tényleg nem az eredmény számít, hanem konkrétan kérek játékosoktól dolgokat, vagy éppen taktikában csapategységektől, hogy hogyan kell mozogni egy adott szituációban is. És nem is feltétlenül az ellenfélre, amely ellen éppen játszunk, hanem majd készülve azokra a csapatokra, ahol nekünk van esélyünk győzni. Az érdeklődők január 12-én szerdán 19 órától láthatják majd először az új évben a Diósgyőrt, amikor is a szlovák extraligás Eperjes érkezik a Népkerti csarnokba. Ezek után pedig 15-én Budapesten a TF vendégeként egy nap alatt 2 felkészülési találkozót is teljesít majd a csapat.
Mindezek természetesen azt a célt szolgálják, hogy a tavasz jobb, sikeresebb lehessen. Én szeretném azt látni, hogy még jobban küzdünk egymásért, még a szellemiség, tehát hogy még jobban egymásért megyünk az egész mérkőzésen, örülünk a pontoknak, és igen, befejezzük. Időközben pedig bővült a szakmai stáb is, hiszen a miskolci születésű válogatott játékos Leitgeb Noémi, aki két esztendeje éppen a DVTK-ban fejezte be játékos pályafutását, másodedzőként segíti a csapat munkáját. Bővebb összefoglalónkat keddi sportműsorunkban láthatják nézőink. Télies napok következnek, de hóból nem kell sokra számítani. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Híradós tartalmainkat a minap.hu-n megtalálják, de kövessenek minket Facebookon és Instagramon is. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan kezdődik a Köztünk élnek. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, jó hétvégét kívánok. Viszontlátásra!